Megtartotta a hagyományos Szent György napi ünnepségét a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Bucsi László főigazgató megnyitó beszédében üdvözölte, hogy az ünnepséget ismét teltház előtt lehetett megrendezni. A Szent György nap az 1994 óta a legnagyobb ünnepünk, kórház legnagyobb ünnepe, korábban a Semmelweis nap volt, és ezt 94-ben áttették a Szent György napra. És ez az a nap, amikor mindig van egy főszónok, aki ma altonai professzor volt, egy egészen fantasztikus előadása, és ilyenkor adjuk át a jutalmakat, Szent György emlékérmeket, kiváló dolgozókat, kiváló ápoló, és a adjunktusi főorvosi kinevezések zajlanak ilyenkor. Szent György emlékérmet kapott többek között Apkarovics Géza főorvos, aki pályafutása során számos alkalommal bekerült Magyarország legjobb sportsebészei közé. Nagy öröm, elismerés, az mindig kedves dolog. Az egy ennyi év munkája, hogy most behozta gyümölcsét, mondhatnám egy erkölcsi értelemben, és nagyon-nagyon kedves volt. Főigazgató, ugye régi jó kedves kapcsolat fűz össze minket, és hát értestett róla, kicsit meglepett, de nagyon örülök neki. Varga Tamás országgyűlési képviselő a város számára is meghatározó eseménynek nevezte a Szent György napot. Szent György és Csalai Kégl György példát adott és állított nekünk, fehérváriaknak is, és a kórháznak is, és a kórház dolgozói ennek szellemében elkötelezetten végzik a munkájukat. Köszönjük szépen nekik. Az ünnepség keretében a Szent György emlékérem, a kiváló kórházi dolgozó, a kiváló ápoló, valamint a főigazgatói dicséret elismeréseinek átadása mellett a főorvosi és adjunktusi kinevezések is megtörténtek, valamint a Szent György napi pályamunkák díjazottjait is kihirdették.